ötször olcsóbb lesz az ukrajnai gáz, mint az oroszországi. Jelenleg országunk 1000 köbméter földgázért 530 dollárt fizet Oroszországnak. A tervek szerint 2015-től megkezdik a palagáz kitermelését Ukrajnában. Az ország területén található gáz 1000 köbméterenként 120-130 dollárba fog kerülni, közölte mikor a az Azarov miniszterelnök. Évente 750 milliárd dollár dobunk a kukába. A világon előállított élelmiszerek harmada a kukába kerül, erre a tényre jutott az ENSZ. Szakértők adatai szerint az élelmiszerek ilyen mértékű pazarlása számszerűleg kifejezve 750 milliárd dollár tesz ki évente. Egyes országokban az élelmiszerek 50%-át teszik ki a veszteség, mint ismeretes a Földön mintegy 870 millió ember éhezik, melyek nagy része Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában él. Orosz gyógyszerrel jobban járnak az ukránok. A gyógyszerek Ukrajnában 60 kal drágábbak, mint Oroszországban vagy Fehér Oroszországban, jelentette ki Pavel Petrenko, ukrán képviselő. Elmondása szerint az állami gyógyszerellenőrző felügyelőség közel 30 alapgyógyszer árát vizsgálta meg és hasonlította össze három országban. Petrenko megjegyezte, hogy az orosz és fehér orosz élő ukránoknak előnyösebb, ha a szomszédos országban vásárolják meg a szükséges készítményeket. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Felső magyarok találkozóját, a Feltisza Fesztivált. Először 2011-ben Rahón, másodszor Visken, a hétvégén pedig Técsön került sor a nagyszabású eseményre, melyre a kárpátaljai szorványban élők mellett a szomszédos Erdélyből is érkeztek vendégek. Megújuló épített örökségünk, Értékmentés a Kárpát-medencében címmel kiállítás megnyitóval kezdődött a Feltisza. A szervezők azt szeretnék, ha a jövőben szorosabbá válna az Ukrajnába és a Romániába szakad, évszázadokig egységes, már a Marosi régió között a kapcsolat, és a hasonló rendezvényeket szabadabb határátkelés mellett a határ bármelyik oldalán meg lehessen majd tartani. Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 2013-2014-es tanévet Kárpátalja Magyar Iskolái Vasárnap Ungvárom. Az összejövetelen, amint egy száz oktatási intézményt érintő kisebbségi oktatási problémák is felvetődtek. A tanévnyitó mondott köszöntőjében Orosz Ildikó, a KMPS elnöke hangsúlyozta, Idén a korábbi évekhez képest több gyermeket irattak a magyar iskolákba. A megye száz magyar iskolájában összesen 11 ezer diák kezdte el az új tanévet. A magyar államnak, a magyar nemzet presztízse növekedett az elmúlt évben. Ehhez a támogatás politika irányvonalának a változása is hozzájárult, például az, hogy az Európai vagy Keleti Partnerség kapcsán az iskolákban, a Kárpát-Magyar iskolákban egymillió dollárral a Magyar Állam olyan beruházásokat hajtott végre, ami minden iskolában a körülményeket javítja. Ez kihat a szülőre, az iskola választásra. Emellett benne van véleményem szerint az is, hogy beindult a Genius Program. E kapcsán a, a szülők látják, hogy kapnak valami pluszt, hiszen egy oktatási intézmény akkor lesz vonzó a számára, Számára, ha az hordoz magába valami perspektívát, egy továbblépési perspektívát, és hordoz magába egyfajta modernizációs lehetőséget, egyfajta olyasmit, ami, ami különb a többinél. A KMPS elnöke szerint aggasztó, hogy az új ukrán nyelvtörvény alkalmazásában nem történt előrelépés, hiszen a magyar iskolák továbbra sem vezethetik magyar nyelven a dokumentációjukat, a végzőseik pedig nem kaphatnak kétnyelvű bizonyítványt. Pozitívum viszont, hogy a magyar állam támogatásának köszönhetően rendeződik a Kárpátaljai Magyar Egyházi Líceumok és a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola finanszírozásának kérdése. A rendezvény résztvevői nyilatkozatot fogadtak el, amely 24 pontban foglalja össze a Kárpátaljai Magyar Tanyelvi Oktatás problémáit és tesz javaslatokat az Ukrán Oktatási Minisztériumnak a megoldásukra.